Ez maradt meg Andrijivka faluból, Kijevtől mintegy 60 kilométerre északnyugatra. Egy hónapig orosz megszállás alatt állt, két hete szabadult fel. Tele van velük az egész utca, ezek a bombák szilánkjai, mutatja egy helybéli. A pusztítás mértéke itt igazán szembeötlő. Ebben a faluban egyetlen házat sem kíméltek meg. Sok helyen láthatjuk ezt a jelet, ezt a kérdőjelet, ami azt jelzi, hogy még mindig lehetnek fel nem robbant hadieszközök a házakban, mint például aknák vagy bombák. Még mindig rengeteg van ezekből a környéken, mondja az Euronews helyszíni riportere. Legalább 40 embert öltek meg az orosz katonák ezen a településen. A falu temetőjében nem sokkal ezelőtt temettek el 6 embert. Ezt a 6 embert a rokonai temették el korábban a kertjeikben. Amikor az ukrán hadsereg visszavette a falut, exhumálták a holtesteket, mint például Mikola fiát, Jurit. Jöttek az oroszok, mondták nekik, hogy jöjjenek ki a házból. Ő és a felesége kijöttek, fegyvert fogtak a fejükhöz. A feleséget elengedték, ő könyörgött, mondta, hogy van két gyerekem, ne öljetek meg. De lelőtték. Itt volt a vére. Itt volt egy vérfolt, mutatja a helyszínt a gyászoló apa. Juri azok között volt, akiket azután öltek meg, hogy egy orosz harckocsi oszlopot megtámadott az ukrán hadsereg. Azzal vádolták őket, hogy a telefonjukon keresztül adták ki a harckocsi oszlop adatait, mondja Mikola. Már 44 nap telt el. Nekem már nincsenek könnyeim. Mit tehetnék? Egy apának el kellett temetni a fiát. De a legfontosabb, hogy nem árulta el Ukrajnát. Ez a legfontosabb. Hetekbe telhet még, míg a faluban mindenki végső nyughelyet találhat meggyilkolt hozzátartozóinak.